Köszönöm szépen a kedves fogadtatást. Hölgyeim és uraim, a mai alkalommal az első világháborúról szeretnék néhány kérdést megbeszélni önökkel. Már csak azért is néhány kérdés, mert tulajdonképpen ez egy szemeszternyi téma lenne az egész első világháború történetének a kitárgyalása. Ezért arra gondoltam, hogy inkább csak fogalmi magyarázatokat, súlypontokat és azokat a kérdéseket hoznám ma elő, amelyek eddig nálunk el lettek hallgatva, és most az új kutatás hozott elő nemzetközi méretekben néhány új szempontot. Én ezeket most megpróbálom egy-két hónapon belül áttransformálni, és különféle cikkekben ezt az új szemléletet kifejteni. Nem árulok zsákba macskát, vagy nem csigázom tovább a figyelmüket. Arról lenne szó, hogy az első világháború történetének kutatásában egy újabb témakör, az elfeledett keleti front és Oroszország első világháború szerepe és felelőssége került előtérbe. Egy angol történésznek szerencséje volt 2004 táján, és valami trükkel bejutott a orosz levéltárakba, és felülírta az eddigi orosz külügyminiszter Szazonov visszaemlékezésén alapuló feltételezéseket Oroszország háborús felelősségéről. Szeretnék majd erről is beszélni, de engedjék meg, hogy én is egyenjogúság elve alapján ülve folytassam. Szóval ennyit csak bevezetőnek. Jelentem 2014-ben Magyarország felfedezte az első világháború kitörésének 100. évfordulóját. És a maga szerény módján megemlékezik róla. Jelenleg azért mondom, hogy a maga szerény módján, mert jelenleg 3 könyv áll Magyarországon rendelkezésünkre az első világháborúval kapcsolatban. Hogy mindjárt elfogultság nélkül bemutassam a saját tanulmánykötetemet. Ez volt a legelső. Időben indítottam, és vagy 20 kollégát sikerült tanulmányra rávenni. Van egy szombathelyi kollégámnak, egy idős 80 éves nyugdíjas kollégának, Bedés Gyulának egy útikönyve a Kárpátok hágóin át Galíciában. Ez a kolléga a magyar sírokat és a nagyobb ütközeteket, színhelyét járta végig, és fotózta le rendkívül színes képpel. És most Bihari Péter könyve is megjelent, talán a nyáron. A Fazekas Gimnázium történelmi tanára, nála az ő könyvénél azt látom, hogy előbb felállítja az elméleti konstrukciót, és utána keres hozzá anyagot. Tehát én más megoldásban dolgozok. Azért említettem, hogy szerény ez a mi kis hozzájárulásunk, mert októberben vagy novemberben minden szentekkor a Vécsi Magyar Nagykövetségen egy osztrák történész kollégával beszéltünk, Manfred Rauchensteinerrel, aki megírta a maga első világháborús monográfiáját 1200 oldalon, és én is a magyar részről. És ott beszélgettünk, és egy kicsit szomorú voltam, és visszakanyarodnék ahhoz a kezdeti megállapításomhoz, hogy az elfeledett keleti front, és az ugye hát ahol mi harcoltunk, a monarchia Galíciában és a németek Kelet-Poroszországban, azt most kezdik tulajdonképpen kutatni, és ő is beleesett ebbe a hibába, ez egy kényelmi szempont, a nyugati front,
a Verdön, a Marni csata, meg a többiek ragyogon, meg a gázháború, minden meg van kutatva, egyszerűbb azokat összefoglalni, mint elmenni esetleg lengyel vagy orosz levéltárakba, és összerakni a keleti front harcainak történetét. És a recenziós emberek meg is csipkedték a Rauchensteiner kollégát emiatt, és ezért határoztam el, hogy most véget vetek ennek a hiátusnak, és elkezdtem egy nagy tanulmányt a valóságnak szánom, a Tőkécki kollégának, hogy ezt az egész elfeledett keleti frontot. Hát vérforraló. Szerintem vérforraló, hogy mi is a nyugati frontot fújjuk, semmi keresnivalónk nem volt. Itt vérzett el 660 ezer magyar ember a keleti fronton, és nem tudunk róla semmit. Azért, és itt szintén visszakanyarodnék ahhoz a megállapításhoz, hogy felfedeztük az első világháború kitörésének 100. évfordulóját. Mikor állítottam össze a kötetet, ugye meg hát ismertem személyesen Galántai József kollégát az ELTE bölcsészkarán, 2000-ben és 2001-ben ő adott ki két könyvet, 2000-ben a Magyarország az első világháborúban és 2001-ben az első világháború történetét. Ezzel a dolog el van intézve, slussz, ennyit produkált 1945-től napjainkig, múlt évig a magyar történettudomány. És kerestem ennek az okát. Miért tűnt el a Magyarország emlékezetéből, a nemzeti emlékezetből az első világháborús események sora, és sőt a második világháborúsé is, tudjuk, a rendszerváltásig zömében, és valahol belebotlottam abba a ténybe, hogy 1946-ban már ott a koalíciós kormány idején érlelődő kommunista hatalom átvétel küszöbén, feltehetően szovjet nyomásra 1946-ban megtiltották az első világháborús és második világháborús nemzeti emlékezetet. Törvény erejű rendelettel. Ezért, és gyenge vigasz számunkra, hogy a Szovjetunióban még sanyarúbb helyzet alakult ki. Egyszerűen kitörölték a nemzeti emlékezetből az első világháború történetét. Náluk az újkori időszámítás 1917. októberétől indul. Az egész első világháború pedig tudjuk jól, igen komoly felelőssége volt az orosz cárizmusnak a világháború kitörésében. Az egész első világháború történetét elintézik az imperialista háború fogalmával, amely ugye a forradalmi mozgalomnak adott táptalajt. Kigyűjtöttem itt elnézést, kigyűjtöttem egy egészen jó összefoglalást. Azt mondja, saját magamtól idézek, csak van egy-két terminus, amit az orosz birodalom első világháborús hadműveletei nem csak nyugaton kevésbé ismertek, hanem Oroszországban is elfelejtődtek. Valószínűleg ez lett aztán minta számunkra is. Szinte paradoxonnak tűnik, írja egy orosz Bestusev nevű történész, hogy az orosz iskolások a Napóleon elleni 1812 évi honvédő háborúról többet tudnak, mint az első világháborúról. Ennek oka, hogy az első világháború tragédiáját az oroszok tudatából még szörnyűbb események szorították ki. Az 1917 évi februári és októberi forradalom, az 1920-30-as évek terrorja, egész néprétegek bolsevik megsemmisítése, kozákok, cári tisztek, tisztviselők, egyházi személyek, kulákok, a kollektivizálás, az 1932-34 közötti tömeges éhínség, a második világháború, és azzal összefüggésben egész népek deportálása, volgai németek, krími tatárok, görögök, csecsenek, ingusok. A szovjet időkben, és ez a szomorú, nagyrészt felszámolták az első világháború csataterein elesett katonák temetőit, az évfordulókat nem említették,
a hősöket elfeledték. Még a népnyelvben használatos germán háború kifejezésem használták többé, és átnevezték imperialista háborúnak. Az első világháború emlékezett kultúrája csak az orosz emigrációban, a nyugati emigrációban él tovább. A szovjet historiográfiában az első világháborút kizárólag osztályperspektívából kezelték, az imperialista háborút a forradalom és a polgárháború egyfajta előzményének tekintették. Tehát gyanítom, hogy ez a törekvés jött át hozzánk is 1946-ban, és törvényerejű rendelt formájában is tiltotta meg a rávaló emlékezést mind a két világháborúra. Tudjuk, hogy az egész voronyezsi meg donkanyari csaták is elsősorban majd a rendszerváltás után kerülhettek előtérbe. Most azonban éppen tegnap beszéltem a Kaproncai úrral, aki a 93-ban az Antal József miniszterelnök megbízásából a szovjetekkel tárgyalt, vagy oroszokkal, már 93-ban, az oroszokkal a hadisírok helyzetéről. És azt mondja Kaproncai, hogy az oroszok példás módon összeszedték, ugyan tömegsírba temették el a magyar elesett katonákat, második világháborús katonákat, és hatalmas zsákokban tartják, őrzik a katonáknak a dögcéduláit. Ismerik ugye, mit jelent ez, mindenkinek volt egy alumínium száma, és ezt el lehetett törni. Most ezt nagyon szépen őrzik, nem tudják, hogy a tulajdonosuk hol fekszik, szépen kezelik. Mindezt egyet kértek, és ez aktuális érvelés, azért mondom el elsőnek, önöknek. Nem került ki Magyarországon még ez a mondat. 1993-ban azt kérték a magyar vezetéstől, hogy maradhasson meg a szabadságtéri szovjet emlékmű, amelyet ugye azóta számos támadás ér, most ott áll az amerikai követség előtt. Tehát ez volt az alku, hogy a vidéki szovjet hősi emlékműveket fel lehet számolni, mi megőrizzük ugye a voronyezsi és a magyar katonák emlékét, de cserébe azt kérték a magyar kormánytól, hogy ne bántsa, ne nyúljon hozzá a szabadságtéri emlékműhöz. És az Antalt felhívta a Kaproncai, és azt mondja, igen, el kell fogadni. És azóta áll, időnként különféle irányokból támadás éri ezt az emlékművet. Ez a megállapodás és ez a orosz kérés áll a dolog mögött. Még egy dolgot szeretnék a silánynak, vagy gyengének tekinthető feldolgozásunkhoz, amely valószínűleg erre a 46-os tilalomra vezethető vissza, hogy ezzel szemben a Bécsi út végén, Bécsben bementem a konferencia másnapján a könyvesboltba, a Maria Hilfe Strassénak a legnagyobb könyvesboltjába, és két nagy asztalt rakáskönyv, felpakolt könyv ötlött a szemembe. Az egyik az első világháborús asztal volt, lefordítva természetesen legújabb angol mindenféle kiadványok, hatalmas. A másik pedig az 1815-ös, vagyis ebben az évben szintén jubiláló bécsi kongresszusnak az anyagai, amely ugye tudjuk a táncoló kongresszus, bécsi kongresszus Európa újjárendezéséről, Napóleon leverése után. Ők már itt tartanak, és már teleírták a könyvtárakat. Rauchensteiner kolléga említette, ő összeszámolta csendesebb órájában 280 publikáció jelent meg Ausztriában 2014-ben. Nem csak könyv, hanem tanulmány is, cikk is, minden. Na most, hát ugye
számot látva és hallva, ugye azt kell mondanom, hogy hát van még mit tennünk. Aranybánya lenne egyébként a fiataloknak az első világháború kutatása, rengeteg ezred napló alapján mindenütt, még magyar nyelven is lehetne igen szép témákat és igen szép helytállást erről beszámolni. Ami kicsit bosszantott, hogy és továbbra is a elesett magyar hősökről beszélnék, hogy még az pontos számukat sem tudjuk. Még az egyik, érdeklődtem a Hadtörténeti Intézetes kollégáknál, ők 520 és 540 ezer elesett magyarról beszéltek. Most a Lázár úr valamilyen apropó kapcsán 660 ezret említett. És hát megint kapcsolataimat föltárcsázva kérdeztem, hogy mi ennek az oka. Hát azt mondják a levéltárosok, hogy az 50-es években a Rákosi rendszer alatt az összes első világháborús nyilvántartás, katonai nyilvántartást, elesetteket, stb. Megsemmisítettek, ezért a számokért a bécsi Kriegsarchívba és múzeumba kell menni. Hát én közbevetettem, hogy azóta már azért eltelt néhány év, hogy igazából lehetett volna már valamit csinálni. Nehezen mennek ezek a dolgok, és mondom, nagy az adósságunk ez ügyben. Ez lett volna az első témakör, amelynek azt a címet adtam az én kis jegyzetemben, hogy az első világháború a köztudatban. Tehát hogy csapódott le ez nálunk, 46-os törvény tiltása nyomán, illetve Oroszországban az egész és a kutatás állása, az elfeledett háború és a bécsi helyzet. A második témakör, most már áttérve az anyagra, a stoffra, mondják a németek, a nagyhatalmi hadi célokat szeretném összegezni egy kicsit. Sok mindent hoztam el, feltétlenül nem is tudok meríteni belőlük, de a kötetben mi ezt igen szépen összeszedtük. Ugye arról beszélünk, hogy két nagy szövetségi rendszer nagyhatalmi céljairól van szó. A központi hatalmak létrejöttéről, amely ugye 1879-ben az úgynevezett kettős szövetséggel jött létre, ez a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország kettős szövetsége volt, a Zweibund. Ez egy orosz támadás elleni védelmi szerződés volt, orosz támadás esetére egy védelmi szerződés. Ez volt az a szerződés, amely alapján mi is hadba léptünk 1914-ben. Ehhez a két a Zweibundhoz, tehát még csatlakozott ugye 82-ben Olaszország, 83-ban Románia, de a háború kezdetén ugye nem lettek szövetségesek, sőt ellenünk fordultak Olaszország is, és majd 16-ban Románia is. Ehhez majd még Törökország jön, és Bulgária szövetségesként. Törökország és Bulgária. Ez ugye a mi szövetségi rendszerünk, és itt az Antant államoké, amely 1904-ben az angol-francia Antant kordiállal, a szívélyességi egyezménnyel veti meg az alapját, amelyhez
majd egy orosz-angol szerződés is csatlakozik. Ez ugyan a 904-es a gyarmati helyzetre vonatkozó, gyarmati területek felosztására, de végül aztán szépen összetett. Ez az Egyesült Államok pedig majd későn a végén társult hatalom lesz, tehát az Egyesült Államok nem antant hatalom, hanem társult hatalom lesz, ehhez is aztán az őszövetségi rendszerükhöz is még többen tartunk. Többen csatlakoznak. A kezdetben látszottak az erőviszonyok, hogy az Antant ugye az Antant fölényben van, számszerű fölényben van, ennek ellenére ugye mégiscsak megindítják a háborút. És hát némileg itten van néhány, lenne néhány önkritikus dolog, amit szeretnék megemlíteni. Először ugye már bevezetőben említettem az orosz hadi célokat. Ez megint és a pánszlávizmust és a nagyszerb politikát. A mind a két téma ugye politikai megfontolásból szintén a szőnyeg alá lett söpörve, és nem lehetett arról beszélni, hogy Oroszország legalább olyan imperialista volt, legalább olyan nagyra vágyó és nagyhatalmi politikát folytatott, mint valamennyi más. Ebből adódóan ugye teljesen jogtalan a Versailles szerződés a Németországot és szövetségeseit megbélyegző és háborús felelősséget a nyakukba varó 1919. júniusi Versailles szerződés 231. paragrafusa, amely kimondja, hogy az első világháborúért németországi szövetségesei a felelősek. Na most ez a legnagyobb hazugság, amely sajnos még napjainkban is tovább él. Főiskolán előszedtem egy-két gimnáziumi tankönyvet, hát ugyanez van benne. Hát azt hittem, hogy leesek a székről, száz évvel az események után, még mindig konferenciák, könyvek, tucatjai, maguk az oroszok is elismerték a háborús felelősséget. A Fejtő Ferenc, ugye Párizsban, valamennyi, magyarul megjelent könyvében, az Osztrák-Magyar Monarchia Szétrombolása című könyvében is, bizonyítja, hogy valamennyi nagy hatalom felelős volt. Az a négy vagy négy és fél felelős volt az első világháború kitöréséért. Tehát nem lehet Németország és szövetségesei nyakába varni egyoldalúan a háborús felelősséget. Igazából az egész háború és a nagy összecsapás az 1880-as évektől érlelődött. Most pedig a Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával ugye aktualitást és egy kiváló ürügyet kapott. Sajnos ezt kell mondanom, olyan lehetőséget, amely a régóta érlelődő, vajúdó monarchia és Szerbia viszonyában valamiféle tiszta vizet akart önteni a pohárba, tehát vagy békésen, vagy katonailag, de ezt a vajudó viszonyt le kellett zárni. 1878-as berlini kongresszus ugyanis a Törökországhoz tartozó Bosznia és Hercegovina tartományt odaadta Ausztria-Magyarországnak. És megszállási jogot még nem annektálta, de Szerbia ezt keményen támadta, kifogásolta, és erre volt lépés a Bosznia-Hercegovina 1908 évi annektálása, amely azt jelentette, hogy Ausztria-Magyarország most már kebelébe vette a két tartományt. Nagyon érdekes, megfosztva Szerbiát
a tengerhez való kijutástól. Tehát a szerbek mindig a tengerhez, ugye még most a legutolsó rendezésben is arra törekedtek a 90-es évek háborújában, hogy kijussanak a tengerhez. Ez volt az egyik intézkedés, ez a 908-as annexiós válság, Bosznia-Hercegovina annektálása. Innen aztán nem volt megállás. Innen végképp nem volt megállás a monarchia és Szerbia viszonyában. Előbb egy vámháború kezdődik, aztán majd különféle szélsőséges szervezetek kezdenek monarchia ellen ágálni, és ez az egész nagy szerb gondolat, amelynek az a lényege, hogy Szerbia, ahol egy szerb áll, ott van Szerbia. Na most ugye ez elfogadhatatlan. Ez elfogadhatatlan volt a monarchia vezetése számára, és hát igen, agresszív tervek szövődtek a szerb politika terjeszkedésére, és a végén pedig már ugye fegyveres szervezetek is, kifejezetten ugye a trónörököst, Ferenc Ferdinándot meggyilkoló 6-fős vagy 7-fős komandót kiképezik és felfegyverzik, szerb fegyverraktárból lőkiképzést kapnak, a fegyvereket külön átcsempészik a határon, Szerbiából Bosznia-Hercegovinába, az embereket is, fölállítják őket, mind az út két oldalán 3-3 ember, az Illics a 7-et mondtam, ő hozta a tanító a fegyvereket, kézigránátok és belga Browning pisztolyok, nem volt nehéz pontosan lőni velük. És tehát egy tudatos és mint kiderült, az oroszok tudtával történt mindez, és Ferenc Ferdinándnak azért kellett meghalnia, mert ugyan a monarchia trializmusának a híve volt, tehát, hogy Ausztria és Magyarország ugye a dualizmus, de a cseheket vegyük be, az északi szlávokat vegyük be trializmusként a monarchiába. Nekik ez a terv sem volt elég, tehát a komandó és a titkosszolgálatos mozgatóiknak, és mert ők egységes nagy Szerbiában gondolkodtak. És ez volt az az akció, amely ugye végre felszínre hozza az összes nagyhatalom agresszív törekvéseit. Itt ezek a nagyhatalmak nem területet akartak már egymástól lecsipni, hanem egymás megsemmisítésére törekedtek. És ez a körülmény tehát végül is, ugye a trónörökös meggyilkolása a szellemet kiengedi a palackból, és a Bertold osztrák-magyar külügyminiszternek igen sok több álmatlan éjszakájába kerül, hogy úgy fogalmazza meg a Szerbiának átnyújtandó, most már több alkalommal megismételt ultimátumot, hogy nehogy elfogadják a szerbek, mert ha elfogadják, akkor nem tudunk háborút indítani. És végül különféle beleteszi a Narodna Obrana, Odbrana, ez a nemzeti nacionalista szervezet feloszlatása, meg más titkosszáv szervezetek feloszlatásának követelését az ultimátumba, és beletesz egyet, hogy a szerbek járuljanak hozzá osztrák-magyar igazságügyi szervek nyomozásához Szerbiában. A most a merénylet kapcsán.
Ferenc Ferdinánd elleni merénylet kapcsán. Most ez az a pont, még az oroszok kezedben az, hogy fogadjatok el mindent, még nem vagyunk készen, eddig mindig az volt, 98-ban, és mindig azt tanácsolták a szerbeknek, hogy fogadjatok el még, mert nem vagyunk még kész. Kezdetben most is ezt mondták, aztán végül egy kicsit változott a véleményük, de ha most megvakarom egy picit ezt a szerződést, mert beletettem a kötetbe, mert igen nehéz volt megtalálni, nincs is lefordítva, teljesen ez az ultimátum. A szerb válasz meg végképp. Én német dokumentumokból fordítottam le és tettem bele. Kérem szépen most, ha nagyon szőrös szívű vagyok, akkor azt kell mondanom, hogy az osztrák-magyar hadüzenet azért történt, mert a szerbek egy pontot nem fogadtak el, ez pedig a osztrák-magyar vizsgálóbizottság szerbiai tevékenysége. Hát azért az én olvasatomban ez háborús oknak azért meglehetősen kevés, de azért mondom, hogy igazából itt már olyan mély indulatok voltak, és olyan mély célok. Ausztria-Magyarország nem akart a sok nemzetiség és felbomlóban lévő Törökország sorsára jutni, és itt jön be az egész Balkán, a balkáni probléma, öt ország problémája. És jön be ez a modern nagyhatalmi politika, azt is mondjuk, hogy ugye a nagyhatalmak különféle megfontolásból állnak mellé vagy ellene a érintett országoknak. És hát ez a, és ugye Németország pedig nem engedheti meg, hogy Ausztria-Magyarország az egész német délkelet, sőt közelkeleti politika meghosszabbított karja, Ausztria-Magyarország a Balkánon, ugye hát elég ugye a Berlin-Bagdad vasútra, a iraki német törekvésekre gondolni. Németország pedig látva ezeket a szövetségi rendszerek alakulását, a német katonák preventív háborút sürgetnek. Most még nem késő. Most még valahogy felül tudunk kerekedni rajtuk. Most még az orosz fegyverkezés nem zárult le, a francia pénzzel indított fegyverkezés nem zárult le. Most gyerünk, menjünk nekik. És így aztán mindenki háborút akar. Mindenki gyors háborúban reménykedik, tisztító tűzben, új korszakban, új gazdasági lehetőségek között, és kérem szépen, nekiindulnak egymásnak. 14 szeptemberében 5,5 milliós az orosz hadsereg már, 5,5 milliós. Tehát olyan, és a franciák szítják őket, van egy titkos megállapodás, hogy közöttük, hogy a háborús konfliktus esetén két héten belül az oroszok támadást indítanak Kelet-Poroszország és Galícia ellen, vagyis ugye a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország területei ellen, mert Lengyelország ugye három része fel van osztva, és két héten belül, holott az orosz mozgósítást olyan négy hétre tervezték, de francia nyomásra. Ők támadnak először, augusztus 17-én, az oroszok támadják meg Németországot, és ugye, mikor azt mondjuk, meg régen még tanítottuk a munkás mozgalom, a német szociáldemokraták is megszavazták a hadi hiteleket, ugye a Reichstagban. Akkor ugye most már tudjuk, hogy nem is tehettek mást, mert elhajtották volna őket, ha az ország megtámadása esetén nem szavazzák meg az ország védelméhez szükséges pénzeket. Tehát egy csomó dolog
előjött most már, és ideológiai korlátoktól megszabadulva már egy kicsit objektívebben lehet látni ezeket az eseményeket. És Németország, ez is nagyon érdekes, ugye az egész, de katasztrófa egyébként az egész. A kétfrontos háború, ugye ez még a Schlieffen tervre vezethető vissza az 1895-ös években, ugye a vezérkari főnök kitalálja, hogy előbb nagy erővel lerohanjuk Franciaországot, addig csak kis erőt állomásoztatunk az orosz-német határon, Galíciába tartja magát a monarchia, 3 hét alatt lerohanjuk a franciákat, és akkor a német, fejlett német vasútra támaszkodva átdobjuk a hadsereget, és az oroszokat is visszanyomjuk jó messzire, és létrehozunk ott egy ütközőzónát, és távolra szorítjuk az oroszokat a német határoktól. Most ez az egész ugye vasútfejlesztés. Teljesen gyanútlanul ugye az 1871-es francia-porosz háború lezárulása után 5 milliárd franc hadisarcra ítélték Franciaországot, és a németek ezt befektették. Ezt a vasút, nagy részt a vasút építésbe. És az szintén egy kicsit sarkítva azt mondhatom, hogy most a német vasút, sűrű vasút építésre alapozva tudták megtervezni ezt a kétfrontos háborút, hogy ugye mozgathatjuk majd gyorsan a lerohanjuk a franciákat. Egyébként minden katonai terv körülbelül annyit ér, mint mikor a gyerekek a homokozóban játszanak, hogy fú, várat építünk, aztán meg ennyit ér. Egy sem vált valóra. Mind összedőlt. Úgyhogy ugye már megakadnak a néhány hét után Franciaországban a német csapatok, közben az oroszok irtózatos erővel támadják meg őket is, a németeket és bennünk is, monarchiát is, és nagy nehezen Ferenc József személyes közbenjárására hoznak át néhány hadosztályt, és nyomják majd vissza az oroszokat, és majd 15-ben még határozottabban. Tehát a német vasútépítésnek a teljesítményére, ugye tudjuk, hogy ugyanakkor a ukrán területeken, Galíciában igen kevés és a vasútvonal, egy-egy erődítmény, a Lembergi vagy a Psemisl erőd éppen egy vasútvonal védelmére épült, és hát a lovasfelderítés, meg ilyen, meg a gyalogsági támadások, meg a gyalogság, mint haderő működik. Miközben nyugaton a németek már, ugye az angolok tankot vetnek be, víztartálynak nevezik először, mert hogy megtévesztésként azt mondják, hogy vízhordó tartály. Tankokat vetnek be, léghajókat vetnek be, 70 léghajót építenek pillanatok alatt a németek, Londont bombázzák róla, tengeri felderítésre használják, tenger alatt járók, ez most már az új fegyvernemek alkalmazása című témakör, működik légierő, ugye a Vörös Báró, a legendás Perriére tenger alatt járó parancsnok, egyedül 196 kereskedelmi hajót süllyesztett el, képzeljék el, hát szóval elképesztő. A Vörös Báró is lelőtt, vagy 30-at, 20 után adták a Pour le Mérite, a bátorságért nevű porosz érdemrendet, a tengeralattjárósok, meg a német haditengerészet ebből elvitt, hogy 50-et, mert olyan kitűnő katonákat. Hát a gázháborúról nem is akarok szólni, mert ez egy gyalázatos dolog volt, de miközben egy modern nyugati háború folyik, aközben mi itt keleten az oroszokkal iszonyatos vérveszteségeket szenvedünk,
és sokkal nagyobbak a mi véráldozataink, hosszabb a front, nagyobbak a véráldozataink, mint a nyugat-európai front. Tehát ami még egy mondattal szeretném ezt az egész pánszláv eszmét érzékeltetni. Valamelyik, azt hiszem egy szlovák, Jan Kollár epigrammájában fogalmazta meg, hogy a pánszlávizmus feje Oroszország, a melle Lengyelország, a karja Csehszlovákia, a láva pedig Szerbia. Tehát körülbelül ez az a szövetségi rendszer, meg ez az a térség, amelyben ugye gondolkodni kell, tehát a szlávság. És hát igen, brutális tervek vannak. Én most összeszedtem ám programokba, itt programpontokba, a 70-es évektől kezdve ugye az oroszok állandóan vissza akarnak jönni Közép-Európába. Ha megnézzük, ugye, hogy 1800 Napóleon üldözése közben Párizsig jutottak, a 48-49-ben Magyarországig jutottak, az első világháborúban szintén Bécs és Berlin volt a két hadseregnek a célja, az A-nak ugye az Ausztria, az Bécs, a G az a Germánia, az pedig Berlin volt a célja. Aztán folytatható a sor, tehát az első világháború alatt, és akkor ugye a németek hazaviszik Lenint, forradalmat csinálnak, hatalomra juttatják, ezzel egy kicsit német felelősség is van, a 20. századot illetően, mert tudjuk, hogy Leninből aztán Sztálin lesz, meg mi lesz utána. És az egész történet végül ugye úgy zárul, hogy a vörös hadsereg, ismét cári hadsereg, felbomló cári hadseregből összetoborzott vörös hadsereg 1920-ba hálából, hogy hazavitték a németek Lenint, hálából nekiindul Berlinnek. Tuhacsevszki ugye, és Sztálin is, Tuhacsevszki hadseregének a fő jelszava fel Berlinbe. Hát mondom, hogy köszönetképpen. A lengyelek állítják meg őket Visztulánál, ez a visztulai csoda 1920-ban, francia segédlettel, és majd kötik meg a 21. márciusában a rigai békét Lengyelország és Szovjet-Oroszország között, amely 200 kilométerre a Népszövetség körzönvonalától keletre húzódik, vagyis nem fogadta el Lengyelország a körzönvonalat, és hát jelentős litván és ukrán területeket foglalt el. Ezt a csikot, ezt a 250 kilométert a körzönvonaltól keletre, ezt szedi vissza Sztálin 1939. augusztus 23-i Molotov-Ribbentrop paktum nyomán. Tehát a történelem az ilyen oda-vissza, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a lengyel barátaink sem voltak ugye nagyon szeplőtlenek 1920-ban. Német területeket foglaltak el és kaptak, orosz területeket foglaltak el, emiatt már 22-ben a Rapallói szerződés titkos záradékában a Vörös Hadsereg és a német Reichswehr titkos lengyel ellenes együttműködésről állapodott meg. Nagyon-nagyon sok ilyen történetet lehetne mondani. Most szeretnék még egy újabb szempontot idehozni, és esetleg most részletesen tárgyalni, mert bennünket is érint. Két témára gondoltam még, az első az osztrák-magyar monarchia felbomlasztása.
nem felbomlása, nem Isten kegyelméből magától bomlott fel, hanem felbomlasztották. A francia nagyhatalmi politika bomlasztotta fel. Ezt nyugodtan tudomásul vehetjük. Ez az egyik téma, amely miután ez bennünket is érint, hiszen 18-ig együtt voltunk osztrákokkal, aztán utána szétváltak az utak, és 45 után pedig fokozatosan kedvező pozícióba kerültek. Én miután Vas megyei vagyok, sárvári vagyok, én ott pontosan láttam közvetlen közelről, hogy hogy szalad a nyúl, illetve mikor vált szét az olló az osztrák és magyar életszínvonal között. 56-ban a nővérem átment, diszidáltak Ausztriába, 63 után, amikor már lehetett jönni, férjével jöttek, és ad mesélk el egy személyes történetet. Anyám és apám a két világháború között sejemgyári munkásként Belgiumban dolgozott, és mit tesz Isten, szegény muter megszerette a babkávét, ráadásul a Jakobs kafét, ugye már mi is ismerjük. És hát nálunk nem termett Jakobs kafé az 50-es években, és a Márta, unoka nővérem jött haza, azt mondja, Bözsi néni, mit hozzak? Azt mondja, Mártikám, Jakobs kafét. Az emlékszem, 24-9-en volt egy negyed kiló Jakobs kafé, Márta, mikor jöttek, hozták, muter oda leperkálta neki a forintban ugyanannyit, aztán mikor azt mondja a Márta, hogy Bözsi néni, hát most már a shilling 1-3-hoz megy ám a forinttal, akkor azt mondja a muter, hogy Mártikám, ne hozzál több Jakobs kafét, nem tudom megfizetni, ugye egy fizetésből éltünk. És akkor azt is megfejtettem azóta, csak nagyon érdekes ez az egész osztrák életszínvonal. Igazából a Kreisky alatt ment szét a két ország életszínvonalbelileg, ez ugye 70-71. A Kreisky szociáldemokrata kancellárként egy olyan programot hirdetett, olyan dinamikus programot, hogy 8-10 évre, hogy majdnem minden megduplázódott, vagy 60-80%-os fejlődés volt. Ezzel szemben mi nálunk akkor fékezték be a gazdasági mechanizmust, ugye 68-ban hirdették meg a csehszlovákiai bevonulás miatt. Megfékezték, volt néhány ellenlábas itt nálunk, Gáspár Sándor Komolcsin, ugye most már tanítjuk, a Romsis tanár úr könyvéből már ki lehet olvasni Magyarország történetében, akik beárulták a magyar vezetést, Kádárféle vezetést, és Biszku is közöttük volt, azt mondták, hogy a nagyipari munkásság érdekeinek az elárulása miatt visszafogták az egész mechanizmust, miközben az osztrákok így mentek, meg 10 év alatt majdnem minden megduplázódott, nálunk pedig helybenjárás folyt. Egyszer alkalmam volt megkérdezni, most egy képzeljék, de csak azért mondom el, mert tényleg ez már agyrém lassan, megkérdezni személyesen Biszku Bélát, hogy mondom, olvastam a könyvébe ezt a nagyipari munkásság érdekeinek az elárulását. Mit ért ez alatt, Biszku elvtárs? Hát ilyen világból tudjuk. Azt mondja, hát mégiscsak tűrhetetlen, hogy a TS azt esztergályos üzemági dolgozója, vagy a TS esztergályosa többet keressen, mint a Csepel művek esztergályosa. Tehát ez volt a nagyipari munkásság érdekeinek a, ugye már akkor jött ez a GMK, meg nem tudom, ez volt a nagyipari munkásság érdekeinek az elárulás. Hát valami elképesztő dolgok, és tehát szétment az egész fejlődés, magyar és az osztrák fejlődés. Egyébként van még egy másik dolog is, ez egy korábbi dolog, én ezt Habsburg rafinériának, ha már itt tartunk, elmondom, szívemen fekszik, Habsburg rafinériának tartom, és ez pedig
a Habsburg Ottó nevéhez fűződik. A 1938. március 12-i Anschluss után Habsburg Ottó kitalálja a kitűnő szlogent, hogy Ausztria volt a náci birodalom első áldozata. 38. március Anschluss. Hát ugye ez jól hangzik, formálisan tényleg először mennek ki határon túl német csapatok, csak hát hazamentek, ugye? Hát ez már a negyedik akció volt, mert 1848-ban a frankfurti Pál templomban próbálták meg már a német egységet, nem sikerül. 1871-ben Bismarck kis német egységet valósít meg, kint hagyja Ausztria-Magyarország, mert elvinné az erőviszonyokat. 19-ben aláírják a szerződést, a két szociáldemokrata miniszter aláírta, hogy Németország és Ausztria demokratikus egyesüléséről, az Antant azonban megszagolja ezt, lefújják az egész akciót, mert azt mondja, ha most visszaadjuk, vagy visszaadjuk Franciaországnak Elzász-Lotaringiát, akkor nem adhatjuk oda, nyugaton visszaadjuk, nem adhatjuk oda keleten Ausztriát Németországnak, mert akkor nem csináltunk semmit. Na most, tehát ezóta mégis a hitleri Anschluss az a negyedik próbálkozás volt. Tehát tudjuk ugye, hogy formálisan tényleg 105 ezer fős Reichswehrrel bevonulnak, csak a Himmlernek parancsot kell adni a német gépkocsi vezetőknek, hogy tegyenek fel ilyen motoros szemüveget, mert hogy nehogy az autókba dobált rózsaszál kiszúrja a szemüket. Na most, ugye hát ellenállás azért nem nagyon volt, maradjunk ennyiben. A 70 ezer bécsi zsidó, az természet, az elismerem, az veszteség, de az osztrák lakosság, meg a pangó gazdaság így felment. Irdatlan beruházások indulnak, megszüntetik a munkanélküliséget, és van egy szám, ami ugye engem azért elrettent, a német Reichswehrbe 1.300.000 osztrák katona szolgált önként, és 242 SS tábornokot adott Ausztria a náci birodalomnak, akiket mind a balkáni országokba helyeztek, mert értettek hozzá ugye a Balkánhoz. Na hát szóval ennyi. Na és ugye a Habsburg Otto bejáratos Churchillhez, Roosevelthez, és ott duruzsol a fülükbe, hogy hát Ausztria az első áldozat, a nácizmus első áldozat, és ne jött után majdnem ellenálló országgá mossák Ausztriát. Majdnem ellenállóvá, tudjuk, hogy ugye a német birodalom része volt, Osztmák néven, majd Donaugau, tehát majdnem ellenálló ország. Ez olyan dolog volt, hogy 3 hetes bécsi küzdelem van, Bécs elfoglalásáért, igen, véres küzdelem, és utána összesöprik a romokat, és az osztrák lányok is, és asszonyok a Stephansdom előtt utcabálon táncolnak az orosz katonákkal, akik nem mehetnek be egyébként a lakásba, nem úgy, mint nálunk, tudjuk, hogy milyen következményekkel jár. Tehát egy rend, és 55-ben ugye végül is sikerül ezt a svájci mintára az örökös semlegességet kivívni Ausztriának. Na most ez a Habsburg raffinéria. Minden történelmi actionből győzelemmel kerülni ki. Minden történelmi fordulatból, fordulópontból győztesként. Ezzel szemben mi történt nálunk? 46-tól, 47-től Magyarország a náci rendszer utolsó csatlósa volt. Emlékeznek rá, hogy a Sztálin elvtársnak születésnapjára küldendő pótlólagos élelmiszer szállítmányok
kollégáknak jogalapot teremtsenek. És akkor kész. És akkor kész. Ha mi vagyunk az utolsó csatlós, megbélyegezve, agyonvágva, ők pedig ugye egy egészen más politikát folytatnak, egyébként nem mi voltunk az utolsó csatlósok, de ez engem ez az Ausztria, ez most, hogy ránéztem egy kicsit a két ország, hát most meg fényévnyi távolságban vannak, mit mondjak. Hát szóval itt ez olyan utolérni. Emlékszem, azt mondja, hogy NDK-val is foglalkoztam egy pár évig, és az NDK-soknak is volt egy jelszavú, megelőzni utolérés nélkül, mármint a zeneszkát. Hát én próbáltam már magam, mondom, én autós vagyok, hát hogy a büdös francba érem, vagy előzöm meg utolérés nélkül? Hát hogy tudok? Na most ilyen fából vaskarik a lózungok mentek, na most ez ugyanaz volt, velünk is ez az egész dolog, tehát és irdatlan lobby tevékenység. A másik, amit ugye az osztrákok, a Burgenlandhoz csak. Ugye tudjuk, hogy egy font hús a vesztes vagy a társunk testéből címmel cikkeztek 1920-ban a magyar lapok a Burgenland elcsatolásáról. Ennek az volt a történet, és ez most az osztrák lobby tevékenységhez tartozik, más ügyekben is ezt folytatták állandóan. Az osztrák külügyminisztert elküldték Wilsonhoz, az amerikai elnökhöz, és akkor ugye a korszak kulcs kifejezése a nemzeti önrendelkezés volt. És az osztrák külügyminiszter megemlíti a Wilsonnak, hogy elnök úr, Burgenlandban, Burgenland lakosságának 75%-a német. Eddig is azóta monarchia alatt is végig jól érezték magukat. A nemzeti önrendelkezés elve alapján, ha majd Versailles-ban ön elé kerülne esetleg egy papír erre vonatkozóan, mármint Burgenland elcsatolására vonatkozóan Ausztriának, legyen szíves, támogassa már a kérésünket. 18 végén már megvan a terv, hogy Burgenlandot megpróbálják elcsatolni, és akkor jönnek ugye a magyar bandaharcok, meg csendőrök, meg nem tudom én mi ottan, és aztán végül az alkú, hogy oké, Sopron nálunk marad, Burgenlandot meg vigyétek. Számtalan más dologban is az osztrákok kilobbizzák a számukra kedvező döntést. Ezt kéne valahogy eltanulni tőlük. Ez ugye nem a becsület dolga, nem az egyenes beszéd dolga, de hát sikeres, azt mutatja, hogy sikeres. Na jó, ennyit egy picit az Ausztriáról, mert nagyon közelről érintett a dolog, de vissza a monarchia felbomlasztásához. Kérem szépen, a monarchia felbomlasztásának a francia ötlete és gondolata csak 1918 tavaszán nyarán került elő. És pedig a német sikereknek köszönhetően, német katonai sikereknek köszönhetően, nem próbálkozok, német katonai sikereknek köszönhetően. Szeretném megemlíteni az 1918. március 3-i Brest-Litovszki békeszerződést. Ezt ugye Németország, a Német Birodalom, illetve Ausztria-Magyarország kötötte Oroszországgal, Szovjet-Oroszországgal és Ukrajnával. Előbb egyiket, Brest-i békét. Ennek következtében, a Brest-Litovszki béke nyomán Németország 780 ezer négyzetkilométernyi terület felett szerzett befolyást Oroszországban, tehát 8-szoros Magyarország, és 56 millió lakos felett.
a nyersanyagokról, a készpénzről, a mezőgazdasági termékek cseréjéről nem is beszélek, rengeteg. A Csernyin osztrák-magyar külügyminiszter éjjel 2:30-kor írták alá a megállapodást, és haza táviratozott azonnal IV. Károlynak, hogy fenség, húzassa meg Bécs összes harangjait. Olyan jó kis békeszerződés sikerült kötni. Na most, ugye kevés volt az idő. Márciusban aláírják, és szeptember-októberben pedig már összeomlik a front, és a németek azért, hogy a sarcot maradéktalanul be tudják hajtani az ukránoktól és az oroszoktól, kevesebb hadosztályt dobnak át nyugatra, mint azt eredetileg tervezték. Egy angol tábornok szerint 9 hadosztály hiányzott mindössze, 9 hadosztály hiányzott mindössze a német fölény kivívásához, mert ugye 18 tavaszán a németek Michel vagy Mihály néven egy nagy nyugati offenzívát indítottak, 18 tavaszán is bele akarták szorítani az óceánba a szövetségeseket. Na most ugyanakkor meg ott kellett tartani a katonaságot, mert ott is belső nyugtalanságok voltak, és a hadisarcot ugye besöpörni. Így elúszott a koncot ugye besöpörni címszóval, ezzel pedig elúszott az egész nyugat-európai győzelem. Ez volt az első körülmény, ez az Németországban, ezt meg a szakirodalom is úgy hívja, hogy keleti német impérium. Ezt a 780 ezer négyzetkilométert. Keleti német impérium. Második Vilmos császár a mennybe szállt, mert még német vezető ilyen hódítást nem ért el. Ez volt az első, ami nyilvánvalóan ugye egy rendkívül módon, bocsánat, csípte a franciák szemét, ez ugye úgy tűnt, hogy valósággá vál a korábbi német közép-európa terv, Mittel-Európa terv, a negyedik világhatalommá válás német terve, mert ugye ezt akarták mindig elérni, hogy Németország Mittel-Európával, vagyis Ausztria-Magyarországgal, meg még más országokkal, akiket ugye rá tudunk tenni erre a mi szoros szövetségünkre, Német Birodalom, Ausztria. Ezzel negyedik világhatalommá válunk. Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország után Németország is világhatalommá válik. Ennek, és a németek ezt már az 1870-es években körülnéztek, hogy ezek a többi három úgy lett világ nagyhatalom. És arra jöttek rá, hogy ezeknek valamennyinek van egy úgynevezett hátsó udvara, Hinterhofia. Attól lettek nagyok. Amerikának a latin-amerikai térség, Angliának a gyarmatai, Oroszországnak meg az egész Szibéria, meg Ázsia, meg mit tudom én. Nosza hát, Németországnak is kell egy hátsó udvar, egy Hinterhof, és ez lesz majd ez a német dél-kelet-európa politika. A szűd-oszt-európa politika, amely a Berlin-Bagdad vasútvonal és vasút, presztízs vasút építés tervével ugye szimbolizálható, és így jövünk be a képbe majd mi is, a monarchia is, Románia is, Törökország is, és ennek van útjában egyedül Szerbia. És akkor második Vilmos, láttam a papírt, ráírta, sokat kutattam, levéltáron, azt mondja, Szerbien musz weg. Szerbiának el kell tűnnie. Ráírta a diplomáciai jelentésre, és így mennek majd, és kezdődik a 14 júliusi válság idején Ausztria-Magyarország támogatása. Tehát, és miután ugye most
terven kívül keleten egy rendkívüli nagy területet, egy keleti impériumot szerzett meg Németország, ezért ugye ez a francia nagyhatalmi politikába ütközött, ez már nem fért bele. A következő ilyen momentum pedig az volt, hogy ráadásul sajtójelentési, meg hírszerzési jelentések terjedtek, vagy kaptak a franciák arról, hogy 18 májusában Károly és Zita elutazik második Vilmoshoz, német főhadiszállás, és egy szoros gazdasági, katonai, politikai egyezményt írnak alá. Hát ugye ez megint kirázta a hidegőket, mert még szorosabbá válik a központi hatalmak szövetsége. Nem írják alá, de ez már ugye nem tudta megváltoztatni az eseményeket, nem írják alá ezt az egyezményt Lengyelország miatt. Egyszerűen az egész háborút végig kíséri a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország vitája Lengyelország jövendő sorsát illetően. Ugye három részre van osztva Lengyelország, poroszoké, Ausztria-Magyarország, Galícia, fönt pedig ugye Oroszország. Ez a kongresszus, az ő részük a kongresszusi Lengyelország, az oroszoké, így hívják, mert a 1815-ös bécsi kongresszuson kapták meg a Napóleon elleni küzdelem jutalmaként. Na most, oké, elfoglaljuk a kongresszusi Lengyelországot, de mit csináljunk vele? Ki legyen ott az úr? Németországhoz csatoljuk? Ausztriához csatoljuk? Vagy külön létrehozunk egy lengyel királyságot, és speciális szerződésekkel biztosítjuk, hogy azért ott a lengyel síkságon ne nagyon tudjanak ugye az oroszok betörni Németországba. Ez a téma, hogy mi legyen a kongresszusi Lengyelország sorsa, bélyegzi meg a két szövetséges viszonyát a háború alatt. Én külön könyvben dolgoztam fel, megtaláltam végig Bécsben az anyagot, a két szövetséges sorsát, és majdnem háborúig fajul. A végén már a Hindenburg azt mondja a Konrad von Hötzendorfnak, az osztrák-magyar monarchia vezérkari főnökének, hogy húzzatok el innen Galíciából, majd mi, nem kell ide két megszálló csapat, majd elég, ha mi itt vagyunk. Tehát nem írják alá, Károly nem írja alá, és a másik Vilmos emiatt nem írja, a nézeteltérések miatt nem írja alá. De a kacsa megmarad, és ugye a franciáknak érvet szolgáltat. A harmadik az a körülmény, hogy 17-től kezdve, 17 húsvétjától kezdve, negyedik Károly külön békére törekszik az Antanttal. Ugye van két sógora, a Sixtus levél, meg tehát az Zitának a testvérei, általuk révén veszi fel a kapcsolatot a franciákkal, és külön békét kés. Már majdnem megvan a megállapodás, a franciák Elzász-Lotaringiát kérik vissza. Ez az egyik. Ha most a németek lemondtak volna Elzász-Lotaringiáról, akkor lehetett volna békét kötni, és talán a rendszer is megmaradt volna, és nem dől össze ugye mindegyik, német császárság és az osztrák császárság is. Meg az orosz sem, meg semmi. Németnek azt mondja második Vilmos, hát akkor miért háborúztam, ha most visszaadom Elzászt? Nincs béke. És a franciák reménykedtek benne, hogy 17 tavaszán, nyarán, vagy aztán már 18-ban is sikerül az osztrákokkal külön békét kötni. A külön béke azonban nem jön létre, és elszáll ez a lehetőség. Ez is erősíti a franciák abbéli szándékát, hogy most szét kell kapni a monarchiát, nemzetállamokra tagolni, és hát a nemzetállamokra
testálni rá, elsősorban Lengyelországra, az újonnan létrehozó Lengyelországra és Csehszlovákiára a német ellenességet, mert kiesett Oroszország, ugye a szövetségesünk, Oroszország kiesett, most Németországot keletről német ellenes kis államoknak kell szütyögtetni, mi pedig majd ugye az Antant nyugaton tartjuk, nyugatról tartjuk sakba. Ez a, és akkor még indul egy negyedik körülmény, indul egy német offenzíva, a Mihály offenzíva, ugyan nem olyan sikeres, ahogy gondolják, de azért csak előre mennek a németek Flandriában pár tíz kilométert, aztán majd ugye jönnek a friss amerikai csapatok, és megreked a támadás. Mindazonáltal idegen haderő nem áll Németország területén, és ezek azok a körülmények, tehát minimum négy, a Breszti béke, a különbéke tárgyalások meghiúsulása, a szoros gazdasági egyezmény, politikai, katonai egyezmény kötésének híre, és az offenzíva, a nyugati offenzíva, amelyre aztán a franciák úgy reagálnak, hogy akkor na most Ausztria, Magyarországot ugye szétszedjük, és szabadjára engedik a nemzetiségi fegyvert, vagyis a monarchia nemzetiségi törekvéseit. Ezzel a fegyverrel mind a két szövetségi rendszer élt, a németek is már 1914 őszétől pontosan mindent elkövetnek, hogy hogyan lehet a hátországot fellazítani, az orosz hátországot fellazítani. Ugye a Finnország, a lengyel lázadás, a grúzokkal, az örményekkel, a törökökkel, mindennel, mindent végig játszanak, meg angol ellenes akciókat is, Suezi csatornán mindent megpróbálnak mindenkit föllázítani, egyik sem jön be a németeknek. Egy jön be, hazaviszik Lenin 17 húsvétján, és 26, megvan pontosan egy osztrák történész összeszámolta, 26 millió birodalmi márkát val spendírozzák a törekvé, a Pravdát ugye ebből a pénzből nyomtatják, és nyáron lebuknak, az egész csoport lebukik, mert a cári rendőrség ki szűri, hogy melyik bankokon keresztül jön az utalás különféle szervezeteknek, és akkor ugye nagy címek jelen, újságcímekben meg, hogy Lenin a németek ügynöke, és akkor le akarják tartóztatni, de hát a főügyésznek a helyettese, meg a Leninnek az ismerősei szól neki, hogy húzzatok el, és ekkor Zinovjevvel mennek Finnországba a Razliftóhoz, és ott várják, ez nyáron van, és ott várják ki november első napjait, mikor üzennek a pétervárjak neki, na most jöhet, most már ugye kirobbantjuk a forradalmat. Tehát ez az egy akció jött össze, tehát mind a két hatalom eljátsza a hátország fellázítását. És a nálunk, a mi oldalunkon az Antantnak ugye sikeresebb volt a nemzetiségi mozgalmak szabadjára engedése. Ugyanis diplomáciai elismerés nélkül, pénzügyi támogatás nélkül, ezek semmire nem jutottak volna maguktól. Akkor engedik szabad, hiába duruzsolnak ott éveket Párizsban és a vezetők fülébe, Benes meg a többiek, meg Londonban, akkor engedik szabadjára őket, amikor a francia nagyhatalmi érdek így kívánja. És ez a kulcs szó, ezzel ezt szeretném számtalanszor még ismételni, hogy igen jó lenne, ha akár napjainkat is a nagyhatalmi politika szemszögéből szemlélnénk. Még egy témát ígértem, ha még van türelmük, vagy tudnak maradni, nincs más intézni valójuk. Van egy fogalom, erről is írtam egy cikket, ez
az első világháború, mint a 20. század őskatasztrófája. Vagyis ugye azt jelenti az őskatasztrófa kifejezés, hogy minden napjaink gondja ide vezethető vissza. Most ezt a kifejezést utána mentem, a George Kennan, amerikai hidegháborús politikus dobta be a köztudatba 1979-ben, csak 79-ben, és azt mondom, miért jutott, a Kennan a moszkvai amerikai követségen volt 45-től, és ő írogatott haza, van egy ilyen hosszú távirata is, legendás hosszú távirata az orosz külpolitika fordulatáról 45 után, és ő jelentett először haza, és azóta is aztán egy ilyen hidegháborús politikus lett. 79-ben, vagy miért éppen 79-ben jutott eszébe, hogy az első világháború a 20. század őskatasztrófája volt. És mindjárt meg is mondom, hogy ő mit értett alatta, ez alatt. Ő azt értette ez alatt, az őskatasztrófa alatt, hogy a Lenin csoportja meg a bolsevikok hatalomra jutottak, és a nyugati civilizációnak egyfajta kihívását jelentették. Na most, ugye 79, ha visszapörgeti az ember, ez a NATO kettős fegyverkezésnek az időpontja, ugye az utófegyverkezés, az SS-20-asokra adott válasz, amikor aztán ide telepítik, Nyugat-Európába telepítik, Dániát, Olaszországig, az amerikaiak is a pörsingeket, meg a cirkáló rakétákat, az SS-20-asokra. És akkor ugye beleillett ebbe a hidegháborús hangulatba, meg az orosz külügyminiszternek a nyet politikájába, mert azt mondja, ha leszerelitek, akkor nem telepítünk. Ha megtartjátok az SS-20-ast, ugye 5000 kilométerre vittek, itt a Kárpátokból is, ha megtartjátok, akkor mi is ide hozzuk. Úgyhogy hát valami elképesztő volt, nem tudom, hát önök között is már vannak biztos emberek, olyan kollégák, akik emlékeznek rá, hogy az ember felhozta az újságot reggel, a Népszabadság, és akkor ilyen koncentrikus körök voltak, hogy most meddig jön a Pershing, és akkor hát ugye így éltünk, hogy most az atomrakéták meddig érnek. Ha most én ugye jól hangzik ez az őskatasztrófa kifejezés, de ennél sokkal többről van szó. Az első világháború kapcsán sokkal többről van szó. Az, hogy ugye kezdjük gyorsan, összefoglaltam, hogy 10-12 tézisben egy párat, ami most eszembe jut talán mondani, hogy a maguk a háborús veszteségek. Ugye én 20 millió halottat és 21 millió sebesültet számoltam össze, most már mások 17 millió, az is irdatlan szám. Tehát maga az áldozatok száma, a pusztítás száma, egyébként, hogy hol tartunk jelenleg. A másik lengyel tanácsadó, elnöki amerikai tanácsadó, Brzezinski irodája összeszámoltatta, hogy a 20. században hány vétlen áldozatot tudunk összeszedni. 183 milliót az első, második világháború, a mindenféle ideológiai küzdelmek, a nagyugrás Kínában, a vöröskmerek, Afrika, minden. 183 millió az emberi történetének a legvéresebb évszázada volt a 20. évszázad. Most ennek a nyitója volt az első világháború, a maga új fegyvereivel, pusztításaival. Ami legnagyobb, hogy Európát vágta szét, hogy az európai civilizációt, a kultúrát, hogy régen ugye az angol, meg a német, meg a francia tudósok minden együtt dolgoztak, és most pedig egymás ellenségei lettek, hogy megszűnt az korábbi öt hatalmi rendszer, ugye, hogy az egyensúlyba tartotta Európát. Most felbomlott, meggyengült, monarchiák összedőltek, osztrák-magyar monarchiát szétszedték, teljesen átrendeződött gazdaságilag, politikailag, minden vonatkozásban Európa.
És ami a legnagyobb következményekkel járt számomra, vagy számunkra, és itt most kibővíteném a Kennannak a bolsevizmusra vonatkozó korlátozását, és azt mondanám, hogy háromordas ideológia születése volt az első világháború. 1917-ben valóban a bolsevizmus, sztálinizmus, tudjuk, pusztító következményeivel, 22-ben az olasz fasizmus, és 1933-ban a német nácizmus. Ez mind az első világháború tövéről fakad. Mind a három ideológia, összeszámolhatjuk, hogy milyen pusztítást végeztek, külön-külön meg együtt is. És zárásképpen egy mondatot csak. Egyik rádiós kolléga egy interjú, beszélgettünk, és egy ravaszfogós kérdést intézett hozzám. Azt mondja, hogy tanár úr, mikor ért véget az első világháború? Hát én belül már mosolyogtam magamban, mert már tudtam a választ. Mondom, hát az én olvasatomban 1990. szeptember 12-én majdnem leesett a székről. Mondom, le is vezetem a gondolatmenetemet. Úgyhogy a 19-20-as Párizs környéki békék kódolták a második világháborút. Ez már készpénz, ugye? Kódolták. Azt nem lehetett más, ilyen nyilvánvaló, hogy revízióra törekedtek. Maga, bocsánat, hölgyektől Fosmarsal, a francia főparancsnok, aláírták a békét, és rámutatott Danzigra, amit elcsatoltak Németországtól. Itt fog 20 év múlva kezdődni a második világháború. Napra ott kezdődött, 39. szeptemberében. Tehát az első világháború utáni határozatok kódolták a második világháborút. A második világháború után pedig a hidegháború, a nagyhatalmak hidegháborús viszonyai miatt nem írtak alá békeszerződést. Nem írtak alá békeszerződést. Majd a német egyesítés kapcsán a 2+4 szerződéssel, amelyben ugye Genscher csinálja ki, hogy a két német állam plusz a négy egykori megszálló írja alá Berlinben 1990. szeptember 12-én a 2+4 szerződést, amellyel nemzetközi jogilag vetettek véget a második világháborúnak. Tehát ezzel az érveléssel szeretném befejezni a mai mondandómat, hogy mikor ért véget is az egész őskatasztrófát. Az én olvasatomban 1990. szeptember 12-én. Köszönöm szépen a figyelmüket!